Hát úgy érzem, hogy az első félidőben a játékban egy kicsit jobban játszottunk, mint a lapújtő. Akkor is egy kicsit azért a pályaminősége miatt a küzdelem dominált. A második félidőben meg egyértelműen a küzdelem dominált, és a lapújtő benyomott minket a kapu elé. Nagyon nagy helyzetek nem voltak, de ugye óriási légiveszély volt, mert állandóan nagy bedobás szöglet, fölívelgették a labdákat, és ebben nehezebb, másik fél időben már sajnos nehezebben jöttünk ki, az elsőben jobban. Nekünk a döntetlen az egy nagy eredmény. Hát nagyon nehéz akármit is mondanom, mert szakmai értékelésben nem nagyon lehet belemenni, és nem a két csapat miatt, én úgy gondolom, hogy két jó csapat találkozott egymással. Tehát ezek a körülmények, amik itt fogadtak minket, számítottunk már rá, mert más is panaszkodott itt a pály talajára. Tehát ez egy olyan mérkőzés volt, de hát láthatták a nézők is, ahol futballra alkalmatlan pályán kellett volna futballozni. Alapvető, egyszerű labdavezetéseket sem lehet megcsinálni rajta. Jobban hasonlított egy pingpong vagy egy teniszmérkőzéshez a találkozó. Mind a két csapat rúgta előre a labdát, aztán ott a második labdákból próbált volna gólt szerezni. Nem is tudom, volt a helyzet a mérkőzésen. Talán második fél volt nekünk két elfutásunk a bal oldalon, ami ígéretes volt, de azon kívül nem nagyon tudtunk semmi is az ellenfél helyzetet csinálni. Úgyhogy hát kicsit szomorú vagyok, nem az eredmény miatt vagyok szomorú, hanem azért, mert igazából lehetett volna egy jó mérkőzést játszani, én úgy gondolom, de ez a mai napon sajnos körülmények miatt elmaradt.